A szabadkai harcosok sorakozója lakótelepen nem nehéz egy-egy újabb tömbház építésébe botlani. A jelenleg épülő lakások közül szinte már az összes elkelt. Nem a túl nincs, de szlobodna is. Znáči, da imaju kupce, ima narod novaca, očigledno čim ulaže u te nekretnine i tako. Tako da, ne znam kako to, toliko zgrada se radi, a ipak se sve proda. E sad, a svi viču kao teško se živi, nema se novaca i tako. Mislim, to je neverovatno. Tavaly évelején az újépítésű lakások négyzetméterenkénti ára Szabadkán 800 eurótól indult, most viszont 1000-1500 euró között mozog. Az áremelkedést befolyásolta az ingatlanok iránt megnőtt kereslet, valamint a nyersanyag drágulása is, mondta Szügyi Rezső, szabadkai ingatlan közvetítő. Hogy a világpiacon mi történik, ezt sem láttuk előre két évvel ezelőtt, hogy megdrágulnak az építő ipari alapanyagok, megdrágul az üzemanyag, tehát nem tudjuk előre vetíteni azt, hogy a világgazdaság mit hoz és mi történik a bankszférában, de minden jel arra mutat, hogy olcsóbbak egyelőre nem lesznek az ingatlanok. A drágulás magával vonta a bérleti díjak megemelkedését is. Szabadkán már egyszobás garzonlakás sem nagyon lehet havi 100 euró alatt találni. Egyesek ezért inkább lakáshitelt vesznek fel, hogy saját lakást vehessenek. Imam svoj stan, sad se više isplati uzeti kredit nego plaćati ovaj kiriju. Valamennyivel olcsóbban lehet régebbi építésű lakóházban lakást vásárolni. Ebben az esetben a négyzetméterenkénti ár 600 és 700 euró közé tehető, azonban ezeknél az ingatlanoknál a felújítási költségekkel is számolni kell.